3:48-kor, ez továbbra is a ma reggel az M1-en. Nem jutott be a parlamentbe a magyar kétfarkú kutyapárt, de sikerként értékelték a 3,1%-os listás eredményt elérő szereplésüket. Kovács Gergely pártelnök azt mondta, a kitűzött célokat elérték, és a jövőben is folytatják a politizálást. Tita Nilla folytatja vendégével. Nagy Dávid a vendégünk, a kétfarkú kutyapárt operatív igazgatója. Jó reggelt! Jó reggelt! Hogyan értékeli a párt választási eredményét, szereplését? Nagyon akarok erről beszélni, felkeltenem azt a kérdést, hogy ez az 5 perc, ez most a 2026-os 5 percünkből jön le, vagy ez egy önálló 5 perc, amit most felélhetek úgy, ahogy szeretnénk azt a párttal. Nem 5 percük van. Több van? Hát olyan 7 körül. Akkor szerintem a következő választ, de nem jön le a választási 5 percből. Nem. Szuper. Nem. És itt egy magánjellegű kérdést is beszúrnék, hogyha az 5 percet adni az összes ellenzéki pártnak a Fideszen kívül 4 évente a törvényi minimumon túl van, hiszen így szokták mondani, akkor mi a törvényi minimum? Nem pontosan ismerem ezt a jogszabályt. Jó. De akkor ez most egy tök önálló 10 perc. Ez most egy önálló. Jó, alapvetően meglepődtünk és váratlanul ért minket, hogy 2022-ben még ki kell írni a választásokat Orbán Viktor Magyarországon. Ezt ugye Orbán Viktor kiírta, megszervezte és meg is nyerte. Úgyhogy ezt nagyon köszönjük neki. Ilyenkor azt gondolom, hogy egy hasonló 25 éves srác is, mint én, elmegy a gyerekeivel és átéli ezt a nagyon jó demokrácia életérzést, ami este 9-10-ig tart nagyjából nálunk, úgyhogy ezt köszönjük neki ezúton is, és a jól szervezettségről csak egy személyes példa. Itt nem csak arról van szó, hogy Orbán Viktor a Fideszt jól szervezi meg, és a választást, hanem arról is, hogy gyakorlatilag az új ellenzéki pártokat, mint a Gödény György, vagy a Gatyán György például pártok, ezeket a helyi Fidesz alapszervezetek, helyi Fidesz szatellit szervezetek remekül tudják támogatni. Tehát a saját ellenzékét is tudja segíteni Orbán Viktor, ami azt gondolom, hogy egy csodálatos dolog. És hát szeretnénk gratulálni is neki, Vlagyimir Putyin után mi is, hogy megnyerte ezt a választást, hiszen úgy, hogy Magyarországon haltak meg majdnem a legtöbben lakosság arányosan a Covid-ban, úgy, hogy fél távnál derült ki a legnagyobb politikai szövetségeséről, hogy egy tömeggyilkos, illetve úgy, hogy teleplakátolt az ellenfele fejével az országot, tehát ilyen előnyöket adott ő az ellenzéknek, így sikerült neki kétharmaddal megnyerni ezt a választást. Ami nagyon fontos, és itt még szerintem nem hangzott el, hogy viszont a gyermekvédelmi népszavazás az érvénytelen lett. Ez olyan szempontból problémás, hogy nekem is vannak gyerekeim, és azért álmatlan éjszakák, hát nem tömkerege, de már 2 van mögöttünk a feleségemmel, hogy mikor érkezik haza a gyermek, úgy az óvodából, hogy drag queen-ek mondták el nekik a történelmet, vagy éppen meleg pornó nézés volt a téma. Tehát az átműtésre nem is beszélve, hogy az önrendelkezési jog legyen, tehát túltoltuk a kretént az érvénytelen népszavazással, hiszen rengetegen szavaztak így, és érvénytelen lett a népszavazás is így. A gyermekvédelmiről beszélek, bocsánat. Úgyhogy alapvetően köszönünk mindent, ez egy közepesen jó eredmény. A nagyobb csalódást azt kelti a maga a kétharmadnak a ténye. Arról mit gondol, ugye az előbb itt volt Dúró Dóra, és hogy ugye a Mi Hazánk mozgalomnak sikerült bejutni a parlamentbe, a kétfarkú kutyapártnak viszont nem. Mondom, meglepődtünk magán a választáson is, és az eredményen is. Nem az a célunk ilyenkor, hogy bejussunk a parlamentbe, vagy ez is lehet úgymond egy cél, de alapvetően itt az volt a lényeg, hogy úgy csináljuk végig a kampányt, ahogy ezt a kutyapárt végigcsinálná, szervezettebben, jobban, de nem fogjuk a 90%-át politikai marketingre költeni, ahogy más pártok, egyéb pártok, mi szeretnénk a 90%-ot. De mi ment ez el? Mi ment el ez az 5%? Így utólag hát azon, hogy ide 5 percre hívnak minket, az ellenzék meg nem szeret minket, és ennek hangot is adtak nem egyszer, mindegy, most már ez elment. Én azt gondolom, hogy ha nem lenne ez a zsarolás, az ellenzék részéről, az M1 részéről pedig ez a teljes nihil, hogy... Milyen zsarolás az ellenzék részéről? Mire hát gyakorlatilag ez elveszi a szavazatot, erről beszélek, nem másról. Ha ez nem történt volna meg, illetve mondom, a Fidesz részéről nem lenne ez az elképesztő médiafölény és az ezzel való visszaélés, most már 12 éve ebben az országban, akkor valószínűleg ez akár sikerülhetett is volna. Nem sikerült, mondom, ez egy közepesen jó eredmény, tudjuk folytatni, mit csináltunk, le tudunk menni vidékre, a megyeszékhelyekről el tudunk indulni a kisebb települések felé, ott azért az fontos, hogy... Ott kell most építkezni, így lehet. Én azt gondolom, hogy igen, és annál, hogy előre nem hátra, és hogy stop soros, ennél egyszerűbb üzeneteket kell átadni a választópolgároknak, ezek nagyon bonyolultak. Én láttam ezt a próbálkozását a regnáló kormánypártnak, hogy emojikkal kommunikálnak. Én valahol itt látnám a megoldást, hogy amikor lemegyünk vidékre kátyúzni, hogy ne a MÁV, a közút és a polgármesteri hivatal levelezése miatt
elcsúszott útfelújítást vagy aszfaltozást megcsináljuk mi, akkor nagyon fontos, hogy közben ne beszéljünk össze-vissza, ne beszéljünk irányokról, ne beszéljünk stopról, hanem csak csináljuk, amit csinálunk, és ne zavarjuk össze a választópolgárokat se Budapesten, sem pedig vidéken. Említette az többi ellenzéki pártot velük. Milyen a viszonyuk? Ugye nem csatlakoztak ehhez az összefogáshoz? Nem igaz, tehát az van, hogy én kilépek ebből a stúdióból, és az ellenzékről fognak beszélni ilyen-olyan kontextusban, vagy igaz lesz, vagy nem. Úgyhogy én tényleg nagyon csalódott vagyok, én nagyon tényleg szomorúak voltunk, és nem is a saját eredményünk miatt, hanem az, ami az országban történt. Ez azért nagyban köszönhető annak a választási rendszernek, amit a Fidesz kialakított, és nyilván az ellenzék kampánya sem volt a legjobb. Én azoknak a fiataloknak, akik olyasmik, mint én annyit mondanék, vagy annyit kérnék tőlük, hogy tehetik, és persze valaki nem teheti, mert egzisztenciális egyéb okai vannak, akkor próbáljanak meg itt maradni, és próbálják meg túlélni ezt a következő 4 hosszú évet. Az előbb azt mondta, hogy nem feltétlen az a cél, hogy bejussanak a parlamentbe. Akkor mi a cél, vagy akkor miért indul el a kétfarkú kutyapárt a választáson, vagy indult el? Gergőik a 2000-es évek közepén elindítottak egy viccpártot, ami 2016 óta vett egy másik irányt, egy országos irányt, azóta vannak városfelújítások is, tehát lett egy ilyen hasznos része a pártnak. Én azt gondolom, hogy ezt kell folytatni, ezt kell jobban megszervezni, azért lettem ide felvéve több mint fél évvel ezelőtt, hogy én is próbáljak a szervezésben segíteni. Most egy picit több támogatásunk lesz, többet lehet visszaadni az adófizetőnknek az adóforintjaikból. Ugye akár csak két példa, ez a Tender Watchdog, amire rákérdeztek a Kossuth Rádión, ez a közbeszerzési, az EKR figyeli, az EKR-re van összekötve. Igen, ez a programjuk egy nagy részét képezte. Így, hát nem, ez csak egy pályázat volt, ez egy 2 milliós pályázat, a 210 millióban. De a közbeszerzéseknek az átalakítása. Igen, ez egy konkrét szoftver, ami figyeli a közbeszerzési rendszert, az EKR-t, és ahol azt látja, hogy egy ember egy héten keresztül többször nyert, hogy ez a 300 millió forintos közbeszerzések alatt meg lehet tenni, hogy meghívásos alapon jönnek be a szereplők. Tehát megteltem azt, hogy behívom a Sanyit, a Bélát és az Alexet, és megmondom az Alexnek, hogy ajánljon alá, a Bélának is, és akkor a Sanyi fog nyerni. Ezt kéne feltúrni, de ezzel sem a Fidesz, sem pedig az ellenzék nem foglalkozik. Egy utolsó rövid kérdés, mert lejár az időnk. A következő ugye lesz egy EP választás és egy önkormányzati választás 2024-ben. Erre készülnek-e már? Igen, tehát az van, hogy nem is igazán tervezni ültünk le, hanem már most elkezdtünk azon dolgozni, hogy tervezhessünk a hétvégén, tehát megmérjük, megnéztük az adatokat, mi jött be, hol, megnéztük, hogy mikorra tudunk összejönni, és mondom, itt azt szeretnénk, hogy a megyeszékhelyekről és az OLVK székhelyekről elinduljunk a kis települések felé, ahova a Fidesz csak pénzt küld, az ellenzék meg azt sem. Nagy Dávidnak köszönjük szépen. Köszönöm.